Slam költészet! Mintha azt mondanád, a rapperek mind költők. Fúj, ez te jó. Üvölcs! A Slam Poetry-nek ugyanis pont a szó kimondása lényege. Mondd meg a tutit, ahogy kell! Nyilván önök között is vannak szép számmal olyanok, akik holnaptól, azaz január 1-től kezdve szeretnének valamiről leszokni. Van, aki a dohányzásról, van, aki az ivásról, de ha ez így megy tovább lassan, mint káros szenvedélyről, az evésről is le kell szoknunk, sajnos. Ez mi ez? Hallod? Hát nem tudom, de remélem jó lesz, bazzeg. Ennyi pénzért. Én nem tudom, mi ez. Kezdet lesz, szerinted? Remélem, hogy lesz. Mondjuk az utolsó albumot, az nem vágom. Ja, én se. Nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz lesz. Mélységekben telítődik mélyek folytogató halál. Észrevétlen alakváltó, vigyázz, köztünk jár. Álcász a variált modora. Százáros vakhallás, vakarodzik, maga az autokrácia gráciája, úgy feli vérre az éleket, csonkolásból csokrok, bűzzel illatoznak, lélegzett lég ege. Igen. Megkísértett sok-sok új között köztekeregnek, kidolgozott velek. Bele gebernél, de a fele is leges. Ellehetetlenített ihletekkel díszített katedrálisok. Katedrálisok! Nem istenek, nem mesterek. Manipuláció. Nem istenek, nem mesterek. Manipuláció. Nem istenek, nem mesterek. Manipuláció. Hát zsigereljük ki! Nevetnem kéne most, vagy... Tartson örök ki az éjszaka, kurjantotta el magát Dajcs Tomi a vizeletminta és egy jól célzott oldalsó lábfeljúgással jobb belátásra bírta a jobb infrakció tetejére előzőleg precízed elhelyezett Gyurcsány Ferenc DJ-szettet. Ő aztán nem Kocsis Mátézott még sosem. Gyere, mondják 2014-ről! Immorták okat! Wow. Minden nap ugyanaz a kép egy bombatról. Még bombaton is. Hova mész? Zuhányozom. Ez a műfő, akkor kérlek pár mondatban mesélj, hogy mi ez egész pontosan. Na kérem szépen, a Slam Poetry, hát végülis annyi a szabály, hogy saját verseddel kell kiállni, vagy saját szöveggel kell kiállni a színpadra. Felköltözöm, édesapám! Itthon élni unalmas. Ne az utam egy engesd, egyenlegem utalgasd. Kihúztam magam? Jó. Rúdtáncosok csajom, és mégis szlemelhetek. Én csak egy beszédhibás halk színész vagyok. De attól még szlemelhetek. És fogok is. Jó volt, fasza volt. Nagyon azért már megismerhettem Zsófit. Igen, azért már megismertem Fanit, mert nagyon sok ember. Kösz, bazd meg! De kurva jó volt! Költő vagyok, és Hello Kitty. De ez ne legyen benne a Vidiben. De ez benne lesz. Én racsolok, mégis szlemmeltek. Rántatus azért jó, mert úgy néz ki, mint a nagybenyő. When it comes to the homicide, niggas better get up off that bullshit quick. Rappal is jó. Ha jó, akkor jó. Mi? Mitől véres a kezed, papa? Ez mi? Felmászhatok a fára? Nem. Játszhatok a kutyával? Nem. Kaphatok egy fagyit? Nem. Meglovagolom a nem.
csodahatat korszak fixációm lett. Kéne egy kis pénz, mert lesz megint slam, és hát tudod, oda azért kéne. Megint kolor? Nem, az úgy már ranker. De most itt lesz battán, tőle Mikulás slam, minden évben van. Mikulás slam? Mert két éve még azt sem tudta senki, hogy mi az a slam, most meg van Mikulás is tolja. Hogy hallgassam csak, ahogy egy-két üvölti egy tucat tántorok, hogy vagy épp Hamlet mondanád, mondjuk az örkény színpadán, mert hogy ő a trónörökös, nem egy szimpla dán. Elmaradt a világ vége. Elmaradt a tél. Elmaradt a Nine Inch Nails. Elmaradt a közvetítés. Elmaradt a G8. Elmaradt az ellenzéki. Elmaradt. 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 Fekete, fekete, Lázár János. Tűzparancs is kell. Ez az már hogy lesz, még egyszer. Nem, eltöltöm a karját. Na, akkor mindegyek az a smáron lesz. Beszi. Pion, hogy érzi most magad? Nagyon jó. Nagyon? Eszter. Slam pornó casting két gyönyörű. Hagyjad bele! Nem bírom elviselni az indit, és mégis nem elhetek. Aliszka, szeretlek, hiányoztál, alig várom, hogy újra lássalak téged. Engem még a pornós oldalakról is bannolnak. Szakdogi, szakdogi dog. Te megkaptad a szakdolgozatot? Ne ragudj. Balástól. Igen, a Balástól. Nem. Még Indinek se küldte el. Még Indinek se küldte el? Látod milyen? Hogy mondod? Mondjad csak. Érvej. Van szakdolgozatod? Ne ragudj. Nincs. Faszti. De van. Vald be! Gyerünk, vald be! Vald be! Pont annyit készült az államvizsgára, mint a mai szlemre. Gyerünk, mondd, vald be! Kevesebbet. Ebben bevágjuk az egyik izélt, ilyen házi bűsorban. Nem. Balázs ezelőtt másfél éve milyen jó kisdiák volt, meg aztán bekerült. Az a baj, hogy a Balázs bekerült a szlembe, az ott egy Troger junkie. Imádom. A bérzadott élet, először üt, aztán kérdez, zűrön ó, de rossz a hely! Ez egy elég konkrét. John Rule. Szakrán honnan jött? Múlta rendékás huszonő volt. Meg opám is. Kunci a halsza optikával megérkezett? Meg a videóval a kurva életbe? Te még itt vagy? Dohányáról. Szeretettel hívom a kedves nézőket, színész Bobot fogjuk megtekinteni, ahogy gitáron játszik, jöjjenek velem, úristen, egész populáció van itt. Dugtál már álmodban anyáddal? Hiszel a csillámpónikban? Szóval a csoportszlem az azért fasza, mert nem kell arra hivatkoznod, hogy egyedül felveszel valami teljesen homályos fasságot a tükörbe, és közben igazítanod kell a kamerát, se. Csoportszlem. Így egy kibaszott szívet küldök a humornak. Várjál. Bassz meg, össze kell raknom. Figyelj. Ott a humornak a szív, bazd meg, ez történelmi pillanat. Én csak egy csótán vagyok, bazd meg, aki Kafkát olvas, úgy próbál ebben lenni, de van egy kérdésem. 10 millióért, 48 plusz 56 plusz 89, az mióta 1984? Hát ez vakbeleg volt. Úgyhogy gondolkodjál, és ne legyél seggfej. Közöd nincs hozzá, hogy kikivel szexel, és próbálhatsz húgyozni ellenszélben, de a szerelem nem lehet ellenzékben. Próbál...
Mester Facebookozzá, házasodjász, a porrodjász. Légy hűtelben, hanem ott van a nagy mély hűtő. Ha nincs mit elkölcs, ott az elkölcs, a nagy részfaszubagoly, a hangya, a moly, a boly. Oh boy, yeah girl, feedback ne ölj. Rég videózott, hogy zsírozom. Zsír. Jó. Zsír. Jó. Zsír. Zsír. Jó. Zsír. Zsír. És mit fog csinálni ezzel a videóban? Nem tudom. Csak már, mint az állat. Értem. Na jó, akkor elbúcsúzunk. Zsír. Üteges. Zsír. Tudtad, hogy a zsiráfok nyaka átlag 2,5 méter hosszú? Eszedbe jutott már, hogyha egy zsiráf kávét iszik, akkor teljesen kihűl, mire a gyomrába jut? Nem. Öző fasz! Mindig csak magadra gondolsz! Sörfoci bunci, sörfoci bunci, sörfoci bunci, sörfoci bunci. Van csajod, te fasz! Sörfoci bunci, sörfoci bunci. A bal kezem az az! Sörfoci bunci, sörfoci bunci. Az itt látható egyedet Színész Bob néven emlegetik, mint egy alfa hímként tartják számon a populáción belül. Akarsz-e mindig játszani? Akarsz-e hozzám olyan közel lenni, hogy egy centim se tudjon belőled kilátszani? Megtartom a Jézuskát, de kidobom a kiskost. Megtartom a jó fiút, de kidobom a kiskost. A miniszter elnök, az állam titkár, a nép harang. Ja nem, a nép stadion. Úgy jöttem ide, hogy mondok két jó szót a Pilvakárról, de betiltották. Győztünk! Azt, hogy megérdemeltük-e? Most ez egy vicc. Talán is inkább ne publikáljuk ezt a videót. Talán majd az inknek, amikor a szilveszterink videót vágja. Mert nem lehet a borító alapján ítélni. Matolcsi a Corvinuson végzett, vigyázz ki a színűn, Espia momén. És ezek közül csak egy ember ért a szakmájához. Igen, szerintem is Espi. Hővel töltött guminő, nem pattog fekve alattam. Hővel töltött guminő, keble feszesebb, mint egy tantan. Kavicsokkal teli gumicsaj, jelleme nem hajlik el könnyen. Hővel töltött guminő, tavaszi széltől el nem röppen. Már egy hete csak a Emma Mára gondolok. Aranyom, Tóbi, de a szád meg az arcod. Ezek csak szavak, bazd meg az én szavaim! Smack my bitch up. Ja nem, ez az a Nirvana szám. Kurt Cobain meghalt 94-ben. Most volt két napja, hogy 20 éve volt. Mikor először mondtam, hogy erdély szlám, nem volt senki, aki értett, haber, hogy mi az, amit akarok, és mi az, amit makarok. S volt olyan fasz, akit sértett, az, hogy mondom az igazat, és nem érdekel, csak mi az az, amit érek el, ezzel a kibaszott szlemmel játszom, mint egy kibaszott napper. Én eladom neked, jól, ha megveszed, de azt is leszarom, hogyha nem ezt teszed, mert csak én vagyok az, akinek játszom. Akinek látszom. Aki vagyok. Egy kibaszott szlemmel. Ennyi. Én meg úgy adnék egy puszit a Müller Heninek, és talán szlemmelhetek is. Na így áll sört inni, itt van te sört. És meg is lemeltek a iszok? Így áll sört, és meg is lemelt. Jó lesz, csak akkor ülj és felelsz, és belehaladsz. Veszi! Veszi! Bocsánat, hogy én nem vagyok ilyen. Hát ez is gáz! Halljátok az úr hangját, engedjétek, hadd szóljon! Aki a családját is eladná, most azonnal tapsoljon! Hol is van? Te keresznyen magad vagy, magad vagy, keresem azokat, akik jegyhiányában nem jutottak be. Jövőre potlászlóbb a szemet! Hogy mit keresek itt? Hát igazából a kezdetfiait már nekem azt mondták, hogy ők lesznek itt. Köszi a bizalmat, meg a hitet, amit adtok, hogy itt bármit is jobbá teszünk, és ha már itt tartunk, köszi ezt az országot, amit itt hagytatok nekünk. Hogy odafönt az öltönyösök a villányban végignézik, hogy lent nyomor van, és hogy nem kell szerelmesnek lennem, elég, ha nem adok aprót a blahán, és már is van néhány pillangó a gyomorban. Most minden annyira fasza! Nóri Remzi.
Ne illetek. De, hogy nem. Jaj! Az egész életben, mert a Long Island Dicey, Nem igaz? Nem mondd meg sem. 16-tól 20-ig mindent megold, de aztán... 16 tonnál... Az angol reggeli... Az angol reggeli az... Hú, ezt tordjáljunk, kevhoz meg. Én egy kibaszott csöves punk vagyok, és mégis szlemmelhetek. Ez egységes és örök, mint himnusz vagy szózatnak, ha azt mondom, Mark Smith, azt mondom... Nem mondok semmit, én akit én beszélek, basztal a csőrlet jelentkező népvezérnek. És csorogat a majonéz, és a ketchup, és a zsamba, és a decodor, és az akusav, és a nikotin, és az alkohol, és a THC, és a köptető, és a nyál, és az izzadság, és a zsír, és az anyate, és a geci, és a műrepi, a koton sikosító. Még mind belenek hullogunk. Hello baby! Az kéne, hogy adsz 50-et, megnyered a Team Slam bajnokságot apukám. Nincs ez a jóság, hogy elmenjen bolszkodni 50-et. Értem se! Na már! Nem már! Jó lesz. Azért mindent össze árfolyam, minden van itt, öcsém. És tényleg szeretnék egyszer állandó slammer lenni, nem csak ígéretes tehetség, de ezek mind eltörpülnek, hisz az egyik legnagyobb kívánságom végül, hogy egyszer szabad szemmel láthassam Zeke-t sapka nélkül. Az egész performance-ot. Mindez slam-et, slam-ért, slam-telen, slam-vedélybeteg és egyéb a slam-szót meglehetősen gyenge kaliberű humorforrásként felhasználó szövegrészletemet. Posztumusz az Andrássy út 60-ra hagyom. Hogy öregszem, úgy állok, hogy orlányjá, vagyis őklényi, vagyis orlányjá. Kérdezte, hogy hallottam-e a rock maratonról. Mondtam, hogy ja, évek óta játszunk ott a zenekarommal, és mellesleg a szervezésben is részt veszek. Ezután elmagyarázta, hogy az egy rockfesztivál, ahova Slam-et szervez, én is menjek, bevisz ingyen, bejuthatok a VIP szektorba, és még zenekarokkal is találkozhatok! Valami baj lehetett a vonallal. Dohánykenek kávé szendvicsemben, és bordáimon brácsázzuk a bőröm. Oké, leállunk, elnézést. Macy nyilván elfelejtette, hogy ez nem holmi költészet, hogy ilyen bonyolult költői képekkel meg lehessen nyerni a tisztelt közönség kegyeit. Ha jó szlemmer részegen is be tud rúgni, ha akar, ha jó szlemmer Otiszánál 20 pálinkát benyom. Jó, de ezeket a vidéki hasonlatokat légy szíves okfoljuk, Pesten vagyunk, úgyhogy blahát a népnek, Macy-kém. Tehát én nem vagyok pesti. Az ki nem szarja le, hogy nem vagy pesti, csináljuk. Én szlemmelek az olyan, mint amikor nagy dolgok egyesülnek, mint például a rap, meg egy másik rap. Mikor Zeke szlemmel, az olyan, mint a teremtés. Megoszlanak a vélemények. Vágod! Te jönnél a bunkóval, erre azt mondja, a bunkó vagy! Még a tévésorozatokat sincs időm követni! Erre lenyomaszt az olvasótságával! Nem érdekel Arisztotelész! Az egy másik csávó. Hú, bassz meg, ezek többen vannak, és mindenki észrevégződik a neve! Dinnyét, ezt akadjatok dinnyét! Szeretem, hogyha van a dinnye. Dinnye nekem jót tesz. Vagy mama, miért olyan nagy a szemed? Mert elkerekedett, amikor meghallottam, hogy kassán szlem verseny lesz. És miért olyan nagy a füled? Hogy jobban halljam a felvidéki szlemmereket. És miért olyan nagy a szád? Azért, mert én vagyok a teljes magyar nyelvterület slam poetry bajnoka. Úgyhogy ajánlom, hogy elgyertek, különben mindenki megeszek. Ki vagy te? Hozzám beszélsz? Hát nem döbbenetes. Beszél, de nem cselekszik. Mi az a slam? Morfémák a szó. Kellek vagy nem, ez vagyok én. De mi az a slam? Rendszerint a fenn van, akkor len szeretne fenn. Zavar a hangoskodás? Hát aztán. Szó szót követ. Én leszek a londoni férfi, egy Tar Béla film a való életben.
az a szép, az a szép, ez a szép, az a szép. Sérvem, alázatosan kérek két nap szolgálatmentességet. Ne beszéljen annyit, attól elmúlik. Ezért úgy döntöttünk, hogy megénekeljük a nem kiemelt szlemberek tragédiáját. Magyar, gyere velem a kertbe. Nagy Magyar, te még keresd, hogy mennyi szín az arpacsav, és legyen egy olcsó déli bab, egy önző szivarvány, s lásd meg benne, hogy egy karlentítés az hány élet. Mennyi szín az arpacsav, Nagy Magyar, és egy karlentítés az hány élet. Szabadság! Bízni ezekben? Kussolni? Nagyon! Nagyitól az 5000-est elfogadni? Kismacskát megmikrózni? Drótkordomba gabajodott vak rasszistát kigubancolni? Sok jó takony, a YouTube-ra feltöltött nyomorultakon röhögni. Nem is kell hozzá vádira, kiirtani a nácikat. Reméltem, hogy nem kell mondani, de akkor akárkit kiirtani. Befejezni ezt az egészet csak azért, hogy ne fussak ki az időből. Zero, ez nem az, megint az van, hogy nem ki vagyok teljesen. De miért? Nem szóltak a haverok, hogy ez nem az? Egy jó barátod csak van, aki szólt volna, vagy az a lány, akinek ezt írtad, hogyha lánynak írtad, gondolom.